Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás. Igen, jól látjátok, megváltozott a háttér, ez lesz innentől kezdve az új háttér, hiszen 2020 óta, többi négy éve használtam az előző irodai berendezéses háttért, most viszont úgy gondoltam, hogy itt az ideje kicsit újítani, tehát akik régi nézők, azok jó csatornát néznek, csak egy kicsit uh, újra húztam, kicsit trendibé tettem a mostani trendeknek megfelelően. Na, de miről is lesz szó a mai videóban? Tehát mindenképpen szeretnék azokról a dolgokról beszélni, hogy ezen a héten mi várható, ami mozgathatja a piacot föl, avagy, le. Nézzük meg, hogy milyen medvés és milyen bikás jelek vannak különböző elemzők szerint. Aztán beszéljünk arról a tényről, hogy holnap, szeptember 10-én megtörténhet az első vita Donald Trump és Kamala Harris között. Ez is hogyan mozgathatja a piacot? Lesz majd kérdez fel a krovat, és így tovább, és így tovább. Tehát csomó hasznos információ, mint az mindig szokott lenni. És ne felejtsd el, hogyha ha naprakész akarsz lenni kriptóban, akkor egyszerűen csak iratkozz fel erre a csatornára. Miért? mert minden nap hozom a legfősebb kripto és blokklánc híreket, hétfőtől csütörtőjik ezeket a hosszabb, elemzőbb és mélyebbre menő videókat, de viszont hétfőtől vasárnap, tehát minden nap több short videót is hozok, ami viszont a hírnek a lényege 60 másodpercen. A lényeg, hogy te napra kész legyél, ha tetszik a tartalom, nyomj egy lájkot, és akkor vágjunk is bele! Szerintem még több mindenkinek szokatlan az új háttér, hát őszintén picit még nekem is, hiszen négy év alatt az bőven megszokhattam. De itt most minden úgy van berendezve, mint ahogy a, amit a Blockchain Bloom képvisel, olyan értelemben, hogy a színeiben, tehát fekete, arany színben ott vannak ugye, mit látjátok, a, a könyvek, a naptár, egyéb fontos dolgok, a mappa ami a brandhez kapcsolódik. És itt a másik oldalon pedig azért látjátok a zöld szint, mert általában én hosszú távon így állok hozzá a piachoz. Viszont, hogyha nagyon medvések lennénk, akkor még poénk ezzel, hogy ba, pirosra tudom tenni, de igazából valószínűleg ez az a domináns, ezt fogom használni. Ha van vélemény róla, nyugodtan jöhet a komment szekcióban. A lényeg az, hogy tudom, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni, tudom, hogy új és szokatlan, de lehet, hogy ö, valaki rögtön azt mondja, hogy oké, okay, ez most már jobb, valaki azt mondja, hogy más, és biztos lesz olyan, aki azt mondja, hogy a, a régi szürkésebb háttér az jobban tetszett. Minden esetre szerintem fontos néha változtatni, én erre mondjuk négy évet vártam. <laughs> Na jó, szóval nézzük meg először is, hogyha, főleg az újaknak mondom, hogyha ö, szeretnétek tanulni, akkor egy csomó hasznos info van a blockchainbloom.com oldalon. Először is egy teljesen e, ingyenes képzés, ezt muszáj tudnod, miért kriptóba fektetsz. Két órás, rengeteg hasznos információ benne van, bárki töltheti. A lényeg az, hogy szeretnék rengeteg olyan információval szolgálni, amivel ugye e, csomó tanuló tanulópénzt tudsz megspórolni. Tehát ezt megtalálod az oldalon, emellett találhatsz e, még további képzéseket, hogyha valamelyik téma érdekel. Könyveket ezekben a témákban, ugye ez az első az alapokat mutatja be, ami aranyszínű, a fekete pedig e, inkább egy stratégiai könyv, hogyan egy ilyen hosszú távon sikeres, és hát ezt a tök jó árat ezt erre a csomagra e, találtuk ki. És persze itt van a BCB klub, itt vannak folyamatosan a, a friss tartalmak. A mai napon már természetesen föltettem a heti elemzést, ahol részletesebben megnézzük a dolgokat minden héten. Ez nagyon fontos. Blokkláncadatok, trading view, és így tovább, és így tovább. Aztán vasárnap éjféli volt a határidő, nagyon várom már uh, 12-én a BCB találkozót, hogy megint találkozzak veletek. Ez már a 12 lesz a sorban, tehát uh, ez egy nagyon-nagyon klassz hagyomány, és nagyon örülök, hogy folyamatosan ilyen szépen eljártak ezekre a találkozókra, de hát azért, mert egyszerűen gondolom, jól érzitek ott magatokat. És uh, megvolt közben uh, tegnap a félmaraton futás, erről egy short videót ugye fel is tettem, ez is akkor sikerült, tehát az első részét a vállásomnak megcsináltam, a nagy falat, a maraton majd jön októberben, és bátortábor gyűjtés, hiszen ezért futom a maratont. Teljesen őszinte engem tényleg a bátortáboros dolog motivál, mert annó pár évvel ezelőtt már először lefutottam, tehát úgy éreztem, hogy ezt a 42 km tudom teljesíteni, de például azért csináltam tavaly előtt is, tavaly is és idén is, hogy ennek a szuper szervezetnek is. És nézzétek meg, már 40 támogatás van, 2.393.000-en állunk, majdnem 94. 7 millió a cél, 34 megvan, még van egy jó hónapunk gyűjtögetni, ezért vegyétek tényleg ö, komolyan, mert picikkel is a részesei tudtok lenni. Mindig azt szoktam mondani, hogy több ezeren megnézzétek a videót, de ha csak ezer ember, aki megnézte, csak ezer ember azt mondaná, hogy jó, itt van ezer forint. Bőven meglenik. Tehát ilyen pici múlik, ami szinte a többség, aki kriptózik, azt tudom, hogy egyébként meg tudna engedni magának és többen, tehát itt Tamás is írta, hogy remélem sikerül, az ezévi is, tök hogy eddig mindegyik sikerült. Aztán tirok köszönöm, hogy csatlakoztattam ezen nemes cselekedethez, bár csak annyi akarat -e lenne, mint neked, akkor még félmaradtont is lefutnám vele, sok sikert. Figyelj, ezért vállalom most ezt, tehát, hogy a ti csak annyit, hogy pár ezer forintot hozzántesztek, kampány megszervezés, minden, minden, mindent vállok. A lényeg az, hogy, hogy csak ti tegyétek hozzá, én meg szívesen adakozok és futok is. Aztán valaki írja, hogy ez a minimum, emlékszem, pár éve Balaton Bogláron a vitorlás felség utána mezőny vitte egy körre a bátortáborosokat, leírhatatlan volt az a sok boldog tekintet. Remélem ez még hagyomány akkora élményt adtok nekik, hogyha egy olyan szervezetet támogattok a, a, tényleg a beteg gyermekeknek és családjaiknak, akik ezt mind megcsinálják, mint a bátortából. Tehát nem neked kell ezeket végigcsinálni, te csak segíted, ők meg megszervezik, és tényleg ezek a kis apró csodák pedig megtörténnek. Nem nagy összeg, de sok kicsi sokra megy. Nem baj, azért mondtam, nagyon-nagyon fontos bármilyen összeg, hogyha egy nemes dologba akartok részt venni, azt mondja, ami a kompány tart, minden hónapban támogatom ezt, köszönöm Attila munkásságokat és a tanácsaidat, viszlát a 13. találkozón, vagy 12. vagy Na mindegy, egy kicsit én is elvesztem, minden örülök, hogy veled is találkozom, majd a találkozom, ismételtem. Szóval látjátok, ez a fajta attitűd, ez a BCB közösség, és hogyha neked is jó ez, tetszenek ezek a videók, neked is hasznosak, ne csak kriptózzunk, tényleg fejlesztjük magunkat, támogassunk olyan embereket, akik megérdemlik és, és rászorulnak. És ez ez így az eszenciája az egész, egész BCB-hez való tartozásnak. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez nem szere, arra, szeretném, ne csak arról szóljon, hogy hogyan nő a portfóliónk, mert az, az csak egy ideig óráig fog neked örömet okozni. Ha nem teszel igazi értékeket az életedbe, akkor biztosan vesz a boldog ember, pillanatnyi örömet okoz, hogyha hú, de szépen fölment a portfóliónk, de az nem fogja megoldni az életedet olyan irányba, hogy te kiegyensúlyozott boldog életet éljél. Ezek viszont szerintem mind hozzájárulnak. Na, nézzük meg viszont a, ja, bocs, gyorsan, Bybit, link a videó alatt, hogyha akarod egy hónapig élvezni a 10%-os kedvezményt a tranzakciós díjakból, sőt, hogyha akarsz ilyen bónuszokat kapni, 15, 100 dolláros, vagy akár 30 ezeres bónuszt is lehet, mint hogy ha ezt a linket használod videó alatt, és akkor olvasd el a feltételeket. Na, piac. Jelen pillanatban úgy néz ki a helyzet, frissítsünk hogy a bitcoin 1,24%-ot ment felfelé az elmúlt 24 órában, 55.214 dolláron, Ethereum 0,63-at, 2310 dolláron jelen pillanatban. A nap nyertese, Popcat eddig 10%-a, Phantom 9%, Toncoin meg 8,5%-ot ment felfelé az elmúlt 24 órában. Napvesztese, picit több mint 3%-a, Sui, aztán SAT, 3 is és Starknet pedig 2,6-ot, tehát ezek előtte pedig jól teljesítettek. Ilyen szempontból ez egy normális korrekció. Aztán, hogyha megnézzük a Bitcoin gyertya -csártot, akkor láthatjuk, hogy először is a hetit, azt lejjebb zártuk, mint az előző hét volt. Ez mindenképpen egy-egy ilyen szempont negatív jel, mert jó lenne ugye ezt fölötte zárni. Ugyanakkor még mindig benne vagyunk ebben a gramofon alakzatban, hogyha azt nézzük, ha megnézzük a napokat óta 142, tehát hogy 160-180 nap után szokott az emelkedés lenni, ez is eddig teljesen ö, papírforma ahhoz, hogy itt még lejebb is simán mehetünk. Ugye. Ö, emlékszem, hogy a Vihogon, még itt konferencián voltunk ö, pénteken, azért mondom többes számban, mert nagyon sok ö, jó magyar ö, kriptos youtube és ott volt, mindenki szerintem nagyon klassz előadást hozott, és pont, amikor fönt voltam a színpadon, egy keregaszttal beszélgetés részeként én voltam a kérdező, akkor néztem a telefonomat, mert arra voltak rátéve a kérdések, és azon mosolyogtam, hogy mik beszéltünk, így ment mindenkinek a portfóliója, akkor esett be a bitcoin 55 ezer alá, aztán ment 53 ezer. De hát ez egy ilyen dolog, mert jelen pillanatban most úgy tudsz egyébként mit csinálni, ha hosszú távon gondolkodsz, és mindjárt kicsit beszéljünk a, 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 többi dologról is, hogy ki hogy gondolja itt a szakértők között, akkor tudjuk jól, hogy vannak lefelé menő piacok, fölfelé menő piacok, és idén már látunk egy nagyon szép növekedés, bitcoin, all time high még mindent. Igen, utána korrekción, Ha megnézed ezeket az éveket, 2020-2016, láttad ezt a fajta oldalazást, sem olyas, még nem történt, amire eddig nem volt precedens. Sőt, kicsit ijesztően ö, követi a, ehhez hasonló éveket. Tehát ö, ki tudja, majd meglátjuk, hogy mi lesz, nyilván nem tudjuk előre. Először is viszont menjünk abba az irányba, hogy mi is fog történni ezen a héten, mi befolyásolhatja az árfolyamoknak a mozgását. Nos, az egyik fontos dolog, az nem más, mint a CPI adat jön ki holnap egészen pontosan, nem, bocsánat, holnap után, tehát szeptember 11-én, ugye ez a fogyasztói árindex, tehát ergo az infláció, amit a fel is szokott figyelni, ez például ugye a várt 3% volt júliusra, aztán 2,9 lett, most az augusztusi adatot 2,6-ra várják, tehát igen, csak optimistán gondolkodnak, hogyha ezt nézzük, és akkor most az lesz a kérdés, hogy 11-én ez hogy fog alakulni hogyha hasonló lesz, mint ez, tehát ez, vagy éppenséggel jobb lesz ennél, az mindenképpen jó hatása van a piacra. De majd meglátjuk. De a másik adat egy nappal később, szeptember 12-én pedig a PPI. Tehát, hogy ezt is várjuk, itt még nincs az előrejelzés adat. Itt is az volt, hogy jobb lett a vártnál a múltkori tehát itt is azt nézzük majd, hogy most ez hogy fog alakulni. Miért? Ez azért is fontos, mert lesz az FOMC meeting, ezek a kék valamik most éppen itt nem látszanak, de alul, hogyha ránagyítok, akkor itt van a századék. Tehát jelen pillanatban 75%-os esélyét adnák annak, hogy 25 bázisponttal csökkent a Fed, és 25%-ot arra, hogy 50 bázisponttal fognak majd csökkenteni kamatot. szeptember 18-án, tehát igazából hamarosan, 9 nap múlva, és ami most ki fog jönni holnap után, tehát 11-én és 12-én, ezek mindenképpen hatással lehetnek arra a döntésre, hogy melyik irányba nő, hogy 50-es vagy inkább 25-ös lesz. Most mindenképpen arról beszél a piac, hogy mindenképpen kamat csökkentés, csak kérdés, hogy mennyivel. Ezért úgy gondolom, hogy ezek az adatok fontosak, ezeket érdemes ilyen szempontból figyelni. Na, aztán a következő, amiről beszélni szeretnék, hogy különböző elemzők hogyan is látják most jelen pillanatban a piacot a közeljövőre nézve. Szóval, Ugye itt van például Michael van der Pope, aki azt mondja, hogy véleménye szerint ez az utolsó korrekció még a megindulás előtt. Ez egyébként időben teljesen jól ki is jönne. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Rectember, ugye Rect szeptemberben, és jön utána az October, tehát, hogy fölfelé, ugye októbert Octobernek hívják itt sokszor a kriptóban, akkor ez teljesen logikusnak tűnhet, hogy ami a következő napokban fog történni, vagy jelenleg történik, az éppenséggel ennek a trapnek, bear trapnek az alja kezd majd kirajzolódni, hogy egészen meddig, azt az majd meglátjuk. Igazából én nem nagyon látok óriás különbséget, most tényleg mondjuk belőle őszintén. A bitcoin leesik ide, nem tudom én, 50 valány, az 55 ezeren vagyunk, vagy éppen 49 ezeren, mint itt, Hosszú távon ez szerintem nem, most nem szól. Az igen, ha daytrader vagy és nem tudom, miket így aktívan kereskedsz, igen, nagyon jól neked számít ez a dolog. Én, aki inkább hosszú távon gondolkozom, nekem annyira nem. Én, nekem nagyon egyszerű volt a stratégiám, én mindig azt mondtam, ha többször emlékeztek rá, hogy amíg itt 20 ezer alatt van a bitcoin, addig én óriás ajándékként tekintettem rá, tehát az erősebb DC-ét ezekben az időszakokban csináltam, erre vártam folyamatosan, és utána is persze lehetett tenni, meg én is ugye dc de egy idő után már itt egy része átment nekem az altokban, mert azok is nagyon szépen mentek akkor fölfelé, jobban teljesített egy csomó, mint a Bitcoin, emlékeztek a solana és még jó pár dologra. És akkor utána, természetesen egy idő után kifogyott a piacból a szufla, mint ahogy szokott lenni, megint ugye korrekció, erről is nagyon sokat beszéltem régen is, hogy minden bika piacban vannak korrekciók, ezt meg kell érteni, tehát ez csak így működik, sem olyan megint nem történt, igen korrigált a piac, ha fölfelé folyamatosan mindig kiteszel, akkor soha nem fog meglepni, mert mindig profitban leszel, a különbség az, az, hogy ó, még bent tovább, akkor még több profitban vagyok, végül is ennyi. De akik mindig megvárják, hogy majd a csúcson veszem ki, azok mindig rájönnek előbb hogy ja, hát ez nem egy jó stratégia, mert utána meg beestünk, hogy ott vagyunk, mint előtte. De előbb-utóbb mindenki szerintem megtanulja ezeket a dolgokat, hogy nem tudod eltalálni a tetejét, nem tudod eltalálni az aját, alja körül vásárolsz, fölfelé kiveszel. Egyébként ez nem túl bonyolult, ha innen nézzük a dolgot. Most ismételten azt látjuk, hogy itt van egy lefelé mélt oldalazás egy picit, amiből, hogyha az elmúlt éveket nézzük, amikor halving évében voltunk, úgy szokott lenni, hogy innen szokott lenni fölfelé át. Így lesz, nem lesz száz százalékot, nem tudsz, csak azt tudod, hogy eddig mi történtek. Az elnökválasztás évében mindig utána, elnökválasztás után fölfelé ment a piac, sőt az azt követő évben is. Aztán persze jönnek mindig az újabb és újabb pofonok. Tehát erre nyugodtan lehet ö, készülni, hogy hogy, hogy, hogy hogy ez így lesz. De, de hogy az ember, ha ilyen időszakokban dc tehát hogy nem lelép a kriptóval a medvepiazban hanem azért is csináltam folyamatosan minden nap ugyanúgy a videókat, hogy napra készek legyünk, azért voltatok ott a, a BCB klubban, hogy nem lelépni akkor, mert semmi nem fog történni, hanem azok, akik a legkeményebb medvés időszakban ott voltak, és nézegettük a dolgokat, hogy időben léptek az altokra, miért még az altóin piac elindult volna, azok most azt látják, hogy figyelj, tök jó profitban vagyok mert nem itt kezdtek el gondolkozni. Vagy most is az van, hogy jó, akkor nézegessük, hogy milyen lehetőségek vannak, de mondom nagy képet, nagy képet érdemes uh, itt mindenképpen nézni. Szóval, hogyha visszatérünk, hova is? Ugye itt azt mondták, hogy, hogy akár itt a, a 45 ezeres uh, bitcoin uh, is lehet még, de hogy mondom, igazából nem szoros, nem hogyha oda lemegy a dolog, amennyiben ugye utána újra jön egy uh, fölfelé menetel és ha előzőleg 49 ezer elejére mentünk le, akkor simán lehet, hogyha hogy egy ilyen double bottom, ugye dupla aj kialakulna, akkor, akkor egy picit hazon túllépne, és akkor onnan, onnan kapna lendületet. és itt is hasonló dolgokat hoztak részben, amiket én már említettem, tehát először is ugye a, ja, a hónapokat lebontva. Itt van szeptemberi hónap, tehát gyenge szokott lenni. Nézzétek, a statisztikailag csak három jó év volt 2013 óta. Viszont utána ugye október, október látjuk, hogy jól szokott lenni. Viszont itt is volt két kivétel. Erre mindig fölé van figyelmet, hogy soha senki nem legyen semmit garanciára, csak hogy mire van mondjuk nagyobb ö, esély. CPI adat, ahogy mondtam, ugye az első hírben ők is azt várják, hogy ez mindenképpen befolyásolhatja itt a dolgokat. Itt még ez volt a a dolgok állása. most ez már ugye változott 75-25 arányra. Aztán, hogy ha megnézzük, akkor az utóbbi időszakban látható, hogy igen, csak nagy kiáramlás volt az intézmény befektetők részéről. Mm. Tehát ezt, érezhetjük is. Itt ugye ezt is szoktam mutatni, csak ebbe a cikkbe is pont beletették a Bitcoin spot etv való be vagy kiáramlás. A BlackRocknál ugye folyamatos általában a vagyonullás, hogy a beáramlás kettő nap kivételével, itt volt pont az egyik. Viszont, hogyha a szummát nézzük, akkor láthatjuk, hogy augusztus 27 óta viszont összességében főleg kiáramlás van ugye belőlük. Ez is abszolút a mostani helyzetet támasztja alá, de mint tudjátok, kiáramlások, aztán jön a beáramlás, mindig, ez így váltogatja magát. Tehát igazából van a piacnak egy ritmusa, és mindig csak ismételni tudom magamat, aki csak el akarja találni, és csak ki akarja maxolni, annak hosszú távon nem szokott összejönni. A profitnak se jön össze. Tehát. Ö, egyszerűen meg kell tanulni, hogy ez nem a gyors meggazdagodásról szól, meg kell tanulni a trendeket, nem magad ellenfordítani, a magad javára fordítani, és azt kell ilyen szemben lekövetni. Ezért is hozom mindig a legfrissebb híreket, hogy tud, hogy éppenséggel merre, hol tartunk. Aztán, ha megnézzük az ethereum akkor láthatjuk, hogy bizony idei negatív rekord, tehát 2024-ben még nem volt 2193 dolláron, tehát újabb mély pontra ment. Az Ethereum abszolút lehet látni, hogy nem túl jól teljesít az utóbbi időszakban. Változnak is itt a dolgok. Tehát ugye a Solana is most szépen most lefelé jött, de azért a Solana nagyon jól működött az ethereum szembe, szemben, hogyha ezeket a layer egyeket nézzük. Aztán most kialakult az, hogy, hogy ugye a layer ketteseken a különböző fejlesztéseknek köszönhetően még olcsóbbak lettek a tranzakciós díjak, de aztán most már leesett az ethereum is. Tehát itt vannak folyamatos változások, és nyilván akik úgy gondolják, hogy az itériumnak van jövője, azoknak ezek egyre jobb árak lesznek. Akik nem, azok nyilván nem fognak beszállni. Senki nem tudja a tutit. A lényeg az, hogy mindenki megpróbálja elkapni azt, ami számára úgy gondolja, hogy a legkedvezőbb lehet. De az biztos, hogyha azt nézzük, hogy minden lent van, akkor, akkor érdemes átlagolni, amikor, vagy ugyan jobb átlagot kihozni, amikor ilyen lehetőségeid vannak. De hogy meddig fog ez tartani, azt nyilván majd meglátjuk. A szumma az, hogy a többség azt várja, hogy a Q4-ben erősödés lesz. Ez is mindig jó szokott lenni, hogy ha a többség azt várja, akkor tényleg az történik-e? Sokszor ugye az ellenkezője történik, tehát ez teljesen el tudja bizonytalanítani a piacot, de ha ne, én úgy vagyok vele, hogyha tényleg nem azt akarjuk megfejteni, hogy mi lesz jövő héten, jövő hónapban, hanem úgy gondoljuk, hogy a bitcoinnak és a kriptovilágnak igenis van jövője, akkor ezek csak tényleg ez némi zaj itt az egészben, és hosszú távon viszont nagyon szépen profitban lehetünk. Ha még nem úgy alakul, akkor igazából mindegy, hogy rövid távon milyen zaj van, akkor hosszú távon se lesz jó a dolog. Tehát azt kell dönteni, hogy kriptó, vagy nem kriptó. Ez nagyon fontos, mert sokan csak úgy ráugranak a kriptóról, ú, ez trendi, ez most nagyon meg fog gazdagodni. De nem nézzük meg, hogy melyik területe lehet jó, melyik nem lehet jó, melyik az átverés, hol van a nagyobb kockázat, hogyan kéne csinálni és tudás nélkül vág neki, és az hosszú nem szokott jó lenni, mert a, ez nagyon érzelmileg ö, befolyásolt minket ez a piac. És akik még nem kérgesettek el itt, és, és, tényleg érzelmi alapon hoznak döntéseket, azokat általában ö, csúnyán tönkre is tudja tenni. Ez, ez, ezzel sajnos számolni kell. Na jó, na és akkor még egy hír, az pedig nem szól másról, mint arról, hogy ö, hát, hogy meg lehet az első vita Donald Trump és Kamala Harris között. Ugye Donald Trump legutoljára Joe Biden-nel vitázott, tehát nem volt olyan erős Biden részéről az a vita, de most ugye le is váltották, Kamala Harris az, aki a helyére lépett, és állítólag most akkor holnap, szeptember 10-én lesz az első ilyen nyilvános vita, és ez is egy olyan tényező, ami befolyásolhatja majd a piacot a héten, mert hogy ki hogy fog szerepelni. Annak függvényében ki mit mond, kivel fognak egyre többen ugye szimpatizálni, abba az irányba mehet a dolog, és például a kriptó esetében, ugye tudjuk, hogy ha Donald Trump irányába megy a dolog, akkor a kriptó kicsit stabilabb, nem tudom, én, jövő elé nézhet. Nyilván kérdőjel, mert nem tudjuk, hogy ő mindenféle dolgot megígér, mi fog abból bekövetkezni, mit fog megtartani, azért politikus tegyük hozzá. Tehát én igazából soha, tudjátok, egyik mellett sem kampányolok, inkább csak egyszerűen, mindig objektívan Szoktam elmondani, hogy ha ez történik, akkor erre van nagyobb lehetős esély, ha az, akkor arra. De aztán már nyilván megyünk a flóval, ami történik. Ahhoz fogunk egyébként természetesen alkalmazkodni, nem tudsz más tenni. De ha már Trump, akkor itt volt Trumpnak, itt meg is osztottam a Blockchain bloomnak a Twitter vagy az ex oldalán, hogy Trump azt mondta itt, hogy ő ha megválasztják elnöknek, akkor eltörli majd a szankciókat Oroszországgal szemben. Már azt mondja, hogy ő is alkalmazott szankciókat, de mindig eh, hamar ugye megszüntette azokat, mert ha sokáig fentállnak, fennállnak, akkor azok rossz halással vannak a dollára, és eh, most is azt mondja, hogy eh, ez olyan, hogy ez így mi, hogy egy háborút vesztetnének. Tehát. Eh, Ugye elveszíteni Iránt, aztán e, Oroszország, Kína folyamatosan e, a fejükre nő. Tehát, hogyha dominanciát szeretnék megtartani, akkor a szankciók nem e, fenntarthatóak, nem tesz jót a, a dollárnak. Ez volt a véleménye, és ezért azt mondja, hogy ha őt megválasztják, akkor ezeket a szankciókat majd e, eltörölni. E, ja, igen, itt volt ez. Jó, a hírekről nagyjából akkor ennyit, és akkor menjünk át a kérdezfellek robotra. ha van kérdésed, egy tök jó hozzászólásod, akkor mindenképpen jöhet az aktuális nagy videó alá. Most is az alól szemezgetek. Uh, ta -ta -ta -ta. Itt többen tettétek, itt is, itt is egyre többen tettétek fel a kérdést a Metike poligonnal kapcsolatban. Szia Attila, azt szeretném kérdezni, hogy ugye a Metik átalakult póra, és úgy tudom, hogy ez az RC20-as, az nem fog automatán megtörténni, szerintem itt 20-ast akartál írni. Az a kérdés, hogy tényleg nem, akkor mit kell tenni az RC 20 -ai. Azt írtad, metikkel kell, köszi a válaszodat. Többiek is erre kérdeztek rá. Egyébként, ha átmentek a Polygonnak az oldalára, akkor láthatjátok, legfülül van egy ilyen, hogy the Metic to Pole upgrade is now available on the Polygon portal, és hogyha ide mentek, akkor itt van egyfajta váltás lehetőség, hogy a tárcátokat hozzá Kötitek. De amit én mondanék, hogy én jelen pillanatban ezzel várnék. Miért? Azért, mert ez egy ilyen friss dolog. Tehát hosszú éveken keresztül erre állítólag lehetőség lesz ezt megcsinálni, tehát nem kell kapkodni, és én még szeretnék erről kapni visszajelzéseket, hogy ki hol csinálja, ne legyen valami kamu dolog, legyen ez már egy kiforrott, tehát nem kell ezzel igazából kapkodni, hanem simán ö, majd később megcsinálható. Tehát én ezt találtam róla, mm, én nem végeztem semmi el, tehát nem tudok gyakorlatban beszámolni róla, de, de ezeket találtam. De én jelen pillanatban még, még, még egy kicsit ö, kivárnék. És persze meg kell nézni, hogy ennek a ledgeren van, az ott most változott vagy nem, de általában akkor valószínűleg akkor nem fog meg kell csinálni ezt a váltást. Ha váltom volt, akkor lehet, hogy az is megoldódott, de lehet, hogy az váltófüggő. Tehát többen föltettetek a kérdést, de én most én azt mondanám, hogy ne kapkodjunk, de azért megnézheted ezt a, a, a dolgot, és ugye van egy ilyen próbatárcát, akkor nyilván csinálhatsz egy ilyen próbaváltást is. Ha valakinek már van gyakorlati tapasztalat, az tök jó lenne megosztanál a közösséggel, mert tényleg akkor ez mindig hasznos, hogyha már van jó információtok, melyik működött, de vigyázzatok. Vele, mert biztos, hogy rengeteg átverés van. Tehát ne így, hogy Google-be beírod, hogyan kell csinálni, mert lehet, hogy tök komoly fog kiadni, és akkor az úgymond leszívja majd a pénztárcádat. Erre nagyon-nagyon vigyáz. Aztán már egy másik kérdés, hogy a PayPal-on lehet-e valahogy utalni 5000 forintot a tábor részére, tehát a bátor tábor részére. Szerintem a PayPal most pont nem, de nézzétek meg, rengeteg módja van. Tehát először is, hogyha ha itt vagy és ide mész, hogy én is támogatom a kampányt, akkor bankkártya lehetőségét, mint látja, vagy banki átutalást majd mind a kettőnél írnak, hogy pink Attila kampányát akarod támogatni, hogy akkor ugye ehhez csatolják hozzá. Az fontos. Itt viszont ugye többféle módon uh, még lehet, uh, van hogy SMS adomány is, de van egyébként kriptovaluta, ami nekünk ugye abszolút uh, érdekes lehet. Tehát ugye rámész a kriptovalutára, ez egyébként a bátortápor.org-nak az oldala akkor adományozhat kriptóban, és látjátok, hogy itt vannak a címek, most itt is hagyom, akár ebből is ki lehet épp fotózni, tehát látjátok Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic és a Litecoin, ezekben is lehet mind-mind adakozni. Szóval, igen, Szerintem akkor ez is egy jó. De a, a, a PayPal-ról PayPal nem tudok, de figyelj, egy egyszerű kártyás fizetés, egy egyszerű utalás, tehát tényleg nagyon-nagyon egyszerűvé tették ezt a, az egész dolgot, és ö, tök jól látni, hogy szépen, szépen növekszik az összeg, és. Jó, akik már az elején, a kampány elején adakoznak, mert azok nagyon klassz lendületet adnak a többieknek. És nézzétek, 40 ember már összegyűlt, Azért ez, 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 ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. De 200 valahányan szokt, azt hiszem, tavaly is 268 ember járult hozzá. Tehát fog ez még nőni. Tudom, hogy meredek célt lőttem be, de ez mind, mindez a cél a, a, a gyerekeket és családjaikért van. Tehát akkor miért ne próbáljunk többet évről évre összehozni ebből. Szerintem ezek voltak itt a, a főbb ö, dolgok, és nyugodtan jöhet visszajelzés a háttérre kapcsolatban, nekem is egy új dolog, mint mondtam, én is akkor ö, szokom, de próbáltam itt a, a tényleg most már ilyen nagyon személyre szabottan megcsinálni, hogy a BCV színeket ö, beletenni, a brandhez köthető dolgokat ö, tényleg beletenni, a mostani trendeknek megfelelően ugye különböző színeket, világításokat használni, és ö, na, akkor most Szeptember, mi ez? Szeptember 9 2024. Ez az új háttér, amivel a Blockchain Bloom és a Blockchain Bloom hanger is, az angol csatorna, meg a magyar csatorna is megy tovább. Ha nem akarsz lemaradni a legfrissebb kriptó és blokklánc hírekről, akkor egyszerűen iratkozz fel erre a csatornára. Mint mondtam, minden nap hozom őket. Short videó több is van minden nap. A hír lényege 60 másodpercben, de hétfőtől csütörgék itt vannak ezek a hosszabb videók is. Ha tetszik a tartalom, vagy a righte-tér, akkor jöhet a like, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!